Videó mutatják be, hogyan is kell belépni a Kalocsai Dózsa György Középiskola távoktató portáljára. A regisztrációt követően csak be kell jelentkezniük a diákoknak, ahol osztályokra bontva találják meg a tanulók az aktuális anyagokat. Elméleti példák, feladatok és még dolgozatok is felkerültek a portálra, hogy a diákok ne maradjanak le a tanulásban. Többek közt ezzel készült a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma a nemrégiben határozatlan időre elrendelt digitális oktatásban. A portát úgy kell elképzelni, mintha az ember belépne egy, mondjuk azt egy online e-mail levelező rendszerbe, csak itt nem csak e-maileket lehet küldeni és fogadni, hanem képeket, videókat, tehát tulajdonképpen mint az e-mail, itt igazából a csoportosításon van a borzasztó nagy hangsúly, tehát a gyerekek osztályokba vannak besorolva, és mi tanárok látjuk, hogy a diák hányszor lépett be, mennyi időt töltött a felületen, tehát van egyfajta visszacsatolás, hogy a munka mennyiségét illetően ők mennyit tudtak, akartak foglalkozni a leadott tananyagokkal. Ugyanez igaz a kollégákra is, hiszen azért az ő munkájukat is adminisztrálni kell. Ezt a rendszert egyébként kiegészíti a Kréta, amit ugye Magyarországon gyakorlatilag minden köznevelési intézmény használ, tehát mi a Krétában a házi feladat fülre kattintva is értesítjük a diákot, és ezzel együtt a szülőt is. Tehát az intézmény vezető elmondta, az első egy hét a próbaüzemről és a felkészülésről szólt, ez a hét pedig már úgymond élesbe ment. A tanároknak, illetve a diákoknak is kihívás a megváltozott rendszer, de az intézmény vezető szerint példásan helytáll mindenki. Pénteken, 5 nap után a diákok, a nappal is diákok 97%-a belépett, ez most a riport pillanatában még jobb szám, mindössze 5 diákot nem értünk utol abból a több százas tömegből, aki a Dózsába jár. Számukra most első körben az első hét tananyagait postai úton fogjuk majd kiküldeni, és megnézzük, hogy még hogyan tudjuk őket utolérni, vagy inkább motiválni, nem tudom, hogy náluk mi jelenti a nagyobb problémát. CNC marógépen mutatja a tanár, hogy kell szakszerűen befogni a gépbe a munkadarabot. Az iskola sok gyakorlati órát tart, melyek digitális oktatását videókon keresztül tudják megoldani. Az iskola létrehozta YouTube csatornáját, ahová a tanárok által készített oktató videókban tanulhatják a diákok a szakmai tárgyakat. Ide is folyamatosan kerülnek fel a videók és anyagok. A cél, hogy a gyerekek ne maradjanak le a tanulásban, amely érdekében a kalocsai iskola minden tőle telhetőt meg is tesz. Töltjük fel a videókat erre a YouTube portára, most már több mint egy tucat ilyen kis videó készült el, és folyamatosan jönnek az újabbnál újabb ötletek, hogy még mivel tudjuk segíteni a gyerekek a munkáját. Egyébként igyekszünk azokon is segíteni, akiknek nem volt megfelelő digitális eszköz otthon. Múlt héten már sikerült 3 gépet kölcsönbe adnunk olyan családoknak, ahol rászorulók voltak, és ezen a héten vizsgáljuk még meg azt, hogy kiknek van, vagy lehet szüksége ugyanilyen eszközökre. Az új koronavírus terjedésének megállítása miatt március 16-ától rendelték el az iskola látogatási tilalmat, illetve a digitális oktatást bizonytalan időre. Fekete Antal intézményvezető tovább beszél a Kalocsai Dózsa távoktatási portáljáról, illetve az iskola megváltozott hétköznapjairól közéleti magazin műsorunkban.